kifejezett és emblematikus nemzet stratégiai tényező is, és így volt ez a történelem folyamán szinte mindig, de különösen akkor, amikor olyan korszakokat éltünk meg, amikor a nemzeti gondolat az kibontakozható. Elég csak a 19. század végére, a millennium korszakára gondolni, de eszünkbe juthat a 30-as évek gyöngyös pokréta mozgalma, vagy a 70-es évek táncszánt mozgalma. Napjainkban is meg annyi jó példáját tapasztaljuk a magyar népi kultúra fellendülésének és intézményesülésének. A gondolatunk a hungarikum kezdeményezésre, a fölszállat a pávára, a Szentendrei és Kanzel és Kormányos háza fejlesztésére, vagy akár eszünkbe juthat a Néprajzi Múzeum új épülő impozáns épület együttese, amely 150 év után már talán végleges otthont adhat a magyar néprajz legnagyobb közgyűjteményének. Ebben a sorban ugye nem véletlenül, hogy a mi intézetünk is foglalkozik a népi hagyományjal. Közös feladata a múzeumnak és az intézetnek a magyar közösségeket szolgáló hagyományos és új tudások, kutatások és programok támogatása, feltáró tevékenység, dokumentálás, hangsúlyosan a határozói magyarságra fókuszálva. Nyilvánvalóan ez a ma bemutatásra kerülő kötet, és ehhez kapcsolódó kutatás, nem győzem hangsúlyozni, hogy a kutatás jelentőségét, ami előtt van, nem egyszerűen egy gyönyörűen megformált korpusz született, egy kiválóan szerkesztett könyv, hanem egy nagyon komoly kutatói munka bázisára épülhetett ez a mű. Ez a munka tehát tökéletesen megfelel az együttműködés megállapodás a foglalataknak, úgyhogy igazolja, hogy van létjogosultság az ilyen jellegű közreműködésnek. Arra is egy jó példa, és engedhessék meg még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy a napjainkban nem azt mondom, hogy újraélesztett, de talán ennyire hangsúlyosan diskurzus szintén soha nem tárgyalt alap és alkalmazott kutatásokra is felhívja a figyelmet. Immár a 21. században Mihály János pedig Sándor István halálának 130. évfordulójára 2009-ben gyalogos emléktúrát tett a két homorod mentén, hogy újra szemlélje, összegyűjtse és leírja a vidék fontos értékeit. A homorod mente viseletben kötet a címével is jelzi a tematikát. Legfőbb mondani valója, hogy a viseletek, mint az etnikai, lokális, nemi, korosztályi, társadalmi és családi státusz társadalmi hierarchiában betöltött helyet, hétköznapi és ünnepi alkalmat kifejez egy komplex jelrendszernek a 21. században is funkciójában. Jó estét, jó estét! Ugye a részei a nagy magyar nemzeti műveltségnek, a magyar nép hagyománynak, de mégis hangsúlyosan egy helyi, kis közösségi hagyományt erősíthetnek. Tehát ez most a hungarikumot gondolom, utal például a Péti Márton, a kulturális örökség jegyzékére gondoljunk, hogy ezek a hagyományok nagyon erősen ott maradnak a közösségek kezében. Nem feltétlenül kell, hogy elkerüljenek a nagy központokba, a közgyűjteményekbe, bár jó, ha elkerülnek oda is. De most a legfontosabb dolog, hogy az adott közösség használja ezt a tudást. A szülőföldön maradás, az önazonosság megteremtésében kiemelt szerepe van ennek a revitalizációs folyamatnak. Nagyon jó volt, hogy ilyen asszonyi közösségekbe bejönhettem, mert egy idő után nem is felejtették, hogy én ott vagyok, és ez a spontán beszélgetés, vita, emlékek felidézése, elhoztak egy-egy ötözetet is magukkal, és azokról konkrétan a tárgyakról beszélgettek, tehát ez nagyon-nagyon segített engem, hogy átlássam, gyorsabban átlássam, hogy itt akkor most ők ezt hogyan értelmezik, kinek hogyan fontos, mire emlékeznek ezzel kapcsolatban.
nem elsősorban a ruhadarabokról volt a szó, hanem az édesanyjukról, a nagynényükről, a nagyanyjukról. Tehát a tárgy maga ilyen módon a képzeletben megjelent így az illetve. A nagyanyámat látom ebben a ruhában, és akkor így idézettel együtt az öltözettel, az anyjukról is, mert hogy ő hogyan viselte, hová viselte, mit csinált vele, hogyan, stb. Tehát az egész egy ilyen hiába módbéli dolog volt, mégis élővé tették ebben a helyzetben. A könyv üzenet lényegében. Egy olyan üzenet, amely szól az ott élőknek, és szól az onnan eltávolodó idegenben élő embereknek. A bemutatón volt egy nagyon jó élmény, volt olyan a rendezvényen résztvevők közül, hogy kinyitotta a könyvet, és megcsókolt a képet, mert felismerte a nagyapját. De ő nem tudta, hogy benne lesz a kép, tehát ettől szép a történet. És volt olyan is, aki megállított és azt mondta, hogy 12-szer vagyok benne, kicsi koromkor kettem. Tehát ezek az élmények, tehát ezek a ráhatások azokra az emberekre, akik bekapcsolódnak egy rendezvénybe, szerintem felbecsülhetetlen. Kis angyalom, ne szeress, nincs egyebem, mit a két karom keres. Szeress olyat, kinek ökre szekere, s a patikát gazdagíts meg belőle. Két fa között felsütött a hódvilág, megtagadott engem az édesanyám. Ha megbízom, ne is hívjon hányának, én még azért hívom édesanyám.